Köszöntöm kedves nézőinket! A Tápió Plusz magazin második év folyamának 18. adását látják itt, a Williams Televízió csatornáján. Mint Koronáta vagyok. Mai műsorunkban az augusztus 20-ai rendezvényekről láthatnak összeállítást. Úriban, Sűsápon és Tápióságon jártunk. Az ünnepségek előtt nézzük meg együtt a következő beszélgetést. Stúdiónk vendége volt a Jászberényi Kalup Csilla, aki augusztus 8-án érkezett haza Indonéziából. Csilla tagja volt a Magyar Diák Csillagász olimpiai csapatnak, most megtudhatják, hogy milyen nehézségekkel találták szemben magukat a kiutazók. Köszöntöm kedves nézőinket, beszélgető társam Kalup Csilla Jászberényből érkezett, aki a Lehel Vezér gimnázium tanulója. Csilla 12 évesen szeretett bele a csillagászatba, Fodor Antal szakkörön ismerkedett meg a csillagászattal. A középiskolások részére rendezett országos vetélkedőn tavaly első helyezett volt, elsős gimnazistaként Kecskeméten az előrehozott csillagászati érettségén kitűnően végzett, csillagász szeretne lenni. Miután hazaérkezett Indonéziából, társainak ezt írta, idézem. Amióta a magyarok részt vesznek az olimpián, azóta ez volt a legrosszabb teljesítményünk, mondjuk ki, nem hoztunk el semmit. Nem ez volt az első olimpiád, ugye idén már második alkalommal voltál olimpikon. Igen, első alkalommal tavaly indultam a magyar csapat színeiben. Ekkor Romániában rendezték meg a Nemzetközi Csillagászat és Asztrofizikai Diákolimpiát. Idén pedig ismét a csapat tagja lehettem, és Indonéziába középjáván indultunk a versenyen. Mi történt, hogy ezeket a sorokat vetetted papírra, vagy küldted el interneten a többieknek? Hát ez az első elkeseredésem volt, mert egész évben készültünk folyamatosan. A nyár nagy része is ezzel ment el, hogy készültünk a megmérettetésre. Így eléggé csalódottak voltunk, amikor kiderült, hogy nem sikerült sem érmet, sem pedig dicséretet szereznünk az olimpián. Eddig mindig sikerült valamit elhozni a magyar csapatnak. Így nagyon, nagyon csalódottak voltunk. Hányan voltatok? Öten voltunk, mint versenyzők, és két vezetőnk volt, akik a tanáraink, és egy megfigyelő is, Kis László is velünk volt idén. Azt tudjuk, hogy a sportoló olimpikonok azok gyakorlatilag egy életen át készülnek a nagy napra, egyetlen egy mérkőzésre, hogy aztán ott legyen a nyakukba az aranyérem. Mint ahogy elmondtad, hogy nagyon sokat készültök ti is. Én olvastam azt is, hogy nagyon kemény feladatokat oldottok meg a felkészülés során is. Igen, ezek a feladatok többször túlmutatnak a középiskolai tananyagon, és sokszor az egyetemi tananyagba is belekóstolunk ezáltal. Főleg mivel csillagászati és asztrofizikai diákolimpiáról van szó, amit az iskolában kifejezetten nem is tanítanak, ezért eleve a feladatok is olyanok, hogy sokkal magasabb szintűek. Mik ezek a feladatok például? Amit mondjuk meg tudok én is érteni, mint laikus csillagászathoz nem értő ember. Eléggé sokféle témát ölelnek fel ezek a feladatok, kezdve az égi mechanikától, ami kifejezetten egy kemény egyetemi tantárgy, ennek egy egyszerű változatát kell nekünk elvégeznünk, de ezek szoktak a legnehezebb feladatok közé tartozni. Illetve hát az asztrofizika az leginkább a csillagok fizikáját takarja, vagy szokott kozmológia is lenni, ami a világegyetemnek a fejlődésével, illetve a lehetséges állapotaival foglalkozik. És a termodinamikától kezdve a részecske fizikáig bármi előfordulhat. Ezek nagyon komoly mondatok, megmondom őszintén, hogy ennek töredékét sem értem, amit most mondtál, de az biztos, hogy ugye egy-egy olimpián a feladatok nem csak elméleti kérdésekből állnak. Igen, ezen az olimpián három fő része van a versenynek. Az első része, ami az összpontszámnak az 50%-át teszi ki, az az elméleti feladat. Ez egy 5 órás elméleti versenyből áll, ami rövidebb és hosszabb feladatokból. A rövidebb feladatok általában olyan 13-15-en szoktak lenni, a hosszabb feladatok pedig 2-3-an, amikre egy-egy óra kidolgozási időnek kellene, hogy
jusson. És a másik része újabb két részre tagolódik. Van egy adatfeldolgozási rész, ahol különböző adatsorokat kapunk például, és abból kell számolnunk, illetve kiértékelnünk dolgokat. Illetve van egy megfigyelési része, ami általában távcsöves megfigyelés szokott lenni. Ez a távcsöves megfigyelést úgy kell elképzelni, hogy azt is értékelik, hogy hogy használod a távcsövet, vagy azért ez ennél sokkal mélyebben. Hát a feladatokban benne van ez is. Általában kapunk valamilyen objektumot, amit fel kell keresnünk az égen, és azzal kapunk feladatokat. Ezek az objektumok, mert hát én azt tudom, hogy most már a csillagászok is, sőt, hát mindig is a számítástechnikában előjártak, hiszen a csillagászat nagyon komolyan a számítástechnikára is alapszik. Tehát most már gyakorlatilag beírtok koordinátákat, és automatán rááll a távcső. Feltételezem, hogy ezt nektek ki kell számolni, vagy meg kell keresni, és ez nem automatán megy ilyenkor. Igen, itt saját magunkra és a tudásunkra hagyatkozhatunk. Ezért is legtöbbször ez, amit legnehezebbnek tartanak sokan az olimpián, mert több országból főleg fizika diákolimpikonok érkeznek, akik inkább az elméletben jeleskednek. És a gyakorlati megfigyelés, ami nekem például azért könnyebb, mert én amatőr csillagászként kezdtem, az sokaknak problémát jelent. Ezt el lehet mondani, hogy mondjuk akár a magyarok erőssége az, hogy a csillagászat, a csillagok megfigyelése az jobban fekszik? Hát nem feltétlen, ez is inkább személyfüggő, és a megfigyelésekkel pedig az szokott általában a baj lenni, hogy nagyon függ az időjárástól, ezért sokszor van, hogy elmarad vagy késleltetik, ami szintén nehezíti a diákoknak a dolgát. Ez egyébként egy ilyen olimpia az hány napig tart? 10 napig. Tehát 10 napos, tehát azért ott akkor van idő arra, hogy mondjuk elnapoljanak egy-egy ilyen megfigyelést. Igen, idén is volt rá példa, hogy egy nappal későbbre tették a második felét, viszont akkor sem volt túl jó az időjárás, ezért utána el is törölték, és onnantól kezdve már nem volt lehetőség tovább tologatni. Szóval ahhoz képest, hogy ilyen hosszú az olimpia, nagyon be van táblázva. Mindennek megvan a maga időpontja, hogy mikor mi következik. Így például nem lehet összekeverni az elméleti írását a megfigyelésekkel, és így tovább. Mi volt a problémátok? Mi okozhatta azt, hogy úgy érzed, hogy nem voltatok elég sikeresek, konkrétan nem hoztatok el semmit, ha idézhetlek ismét? Hát az egyik oka talán az lehetett, hogy végigvonult az olimpiai társaságon egy rosszullét, egy hányás hasmenéssel járó rosszullét, ami minket például pont az elméleti reggelén ért elég váratlanul, így ez nagyon befolyásolta a teljesítményünket. Akik kísérnek titeket ilyenre, nincsenek felkészülve? A kísérőinktől teljesen el vagyunk különítve végig a verseny alatt. Amint megérkezünk a helyszínre, ott külön is válunk. A tanáraink elmennek a saját szállásukra, mi vagy egy másik városban, vagy jelen esetben, mivel egy hatalmas városról volt szó, ahol megszálltunk, a város másik végén helyezkedtek el, és nem is tartjuk velük a kapcsolatot. Olyannyira nem csak velük tartjuk, hogy még a kommunikációs eszközeinket is elveszik tőlünk, a telefonokat, tableteket, laptopokat, és a verseny ideje alatt teljesen el vagyunk zárva, nem csak tőlük, hanem mondhatni az egész világtól, az otthoniaktól is. És akkor nem is kaptak hírt arról, hogy mondjuk a magyar csapatot, vagy mondjuk a többi csapatot is ez a bizonyos vírus utolérte? Nem igazán. Mint később kiderült, nem nagyon tudtak róla, hogy ilyen nagy mértékben volt a rosszul lévők száma. Viszont volt, hogy ők is hallottak, hogy egy-két gyerek rosszul lett, de nem gondolták volna, hogy ennyire milyen érintett minket. Ugye azt említettem a felvezetőben, hogy 12 évesen ismerkedtél meg a csillagászattal. Ez nem tudom, hogy mennyire helytálló, hogy valóban akkor ismerkedtél meg, de az biztos, hogy közel akkor kerültél hozzá, ugye? Igen, Jászberényben a csillagász szakkörben kezdtem. Onnantól kezdve Fodor Antal volt, aki elindított ezen az úton, aki még jobban megismertetett a csillagászattal, és onnantól kezdve mondhatom azt, hogy elkezdtem vele foglalkozni. Nem csak Jászberény, hanem Sűsáp is az otthonod egy része, Igen. Hiszen sűrűn megjelensz itt a Sűsápi csillagdában is.
Igen, nagyon sokszor, amint tehetem, és van lehetőségem, mindig eljövök a Sűrűsápi Csillagdába, mert sokkal kevesebb itt a fényszennyezés, mint nálunk, illetve maga a csillagda is egy nagyon jól felszerelt és jó hely arra, hogy megfigyeléseket lehessen végezni. Illetve tagja lettem tavasztól a Sűrűsápi Amatőr Csillagász Közhasznú Egyesületnek is, mint rendes tagja. Úgyhogy innentől kezdve minél aktívabban próbálok részt venni az itteniek életében is. És akkor, amikor majd beteljesedik a vágyad, nem tudom, egy 10 év múlva, hogy valóban csillagász leszel, lehetséges, hogy el is hagyod az országot? Hát ez is benne van a dologban, de konkrétan nem tervezem, hogy csak külföldön, vagy csak itthon. Meg úgy általában a csillagászat is, mivel Magyarországon nem túl sok csillagász van, és a kutatások is általában nemzetköziek, ezért a csillagászattal vele jár az, hogy sokat utazik az ember. Így ha Magyarországon maradok is, akkor is reményeim szerint egész sok helyre el tudok jutni ezzel a szakmával. Összességében ezzel az olimpiával kapcsolatban milyen érzéseid vannak? Attól függetlenül, hogy milyen eredményeket értünk el, attól függetlenül egy hatalmas élmény volt, mert egy ilyen nemzetközi diákolimpián a világ minden tájáról érkeznek diákok, akiket ugyanaz a dolog érdekel, vagy legalábbis nagyon hasonló dolgok, amik így eléggé összekötik a diákokat, és azzal együtt, hogy nemzetközi kapcsolatokra és barátságokra is szert lehet tenni, megismerkedhetünk sokkal több látásmóddal és világszemlélettel, ami mindig nagyon hasznos. Erre van példád is? Tehát szereztél olyan barátokat, akikkel mondjuk még a mai napig is tartod a kapcsolatot? Mikor is jöttetek haza pontosan? Augusztus 8-án. 8-án, tehát igazából még friss az élmény, frissek a kapcsolatok, ilyenkor még meg szokott maradni a csapat egy része. Igen. Nekem például egy kolumbiai lány volt a szobatársam, vele egész gyakran napi szinten szinte tartjuk a kapcsolatot. Jövőre Indiában rendezik meg a diákolimpiát. Ott leszel? Hogy érzed? Nagyon szeretnék ott lenni jövőre is a csapatban. Ez természetesen függ attól, hogy majd milyen teljesítmény nyújtok majd a hazai válogatókon, illetve vetélkedőkön, de úgy érzem, hogy így két olimpiában mögöttem remélhetőleg lesz esélyem, hogy még egyszer megpróbáljam. A jövő évi olimpiának az lesz a különlegessége, hogy decemberben fogják megrendezni, december 9-19-ig, és ekkor én már egyetemista leszek, első fél éves egyetemista, és pont a vizsgai időszak elején lesz majd az olimpia is, úgyhogy még nem tudom, hogy hogyan fog alakulni a jövő, de mindenképpen úgy készülök, hogy ott szeretnék lenni a csapatban. Csilla, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm. Úriban, augusztus 20-án a Művelődési Házban ünnepeltek a település lakói. Idén 3 díszpolgári kitüntetést adott át a település polgármestere, Haraszti Imre. A kitüntetések és elismerések a díszpolgári cím kiosztásával nem értek véget. Úriban több igényes díszes portát is találni, így ezen a napon kiosztották a Tiszta Udvar rendesház elismeréseket is. A rendezvényt hagyományosan az Úri Őszi Rózsa Nyugdíjas Klub szervezte. Különleges születésnapot ünneplünk az idén, hiszen éppen 1040 esztendeje annak, hogy az egyik krónika szerint 975-ben megszületett Vajd, a később István király. Ezért nem véletlen, hogy amikor erre a mai ünnepségre készültem, az első gondolatom az volt, hogy miként is ünnepelni saját születésnapját az apostoli uralkodó. Milyen köszöntők hangzanának el ezen a jeles napon? Valóban joggal merül fel bennünk a kérdés, mennyire lehetett Szent István elégedett az életével, mindazzal, amit elvégzett, és amiről mi már tudjuk, hogy egész népe, nemzete életét, sorsát, szándékának megfelelően örökre megváltoztatta, új irányba fordította. De valóban így van ez? Mi az igaz az Isten áldásában fürdő és békét hirdető világról? Az idézett feljegyzés Krisztus szenvedései utáni ezredik esztendőben 1033-ban született.
akkor, amikor a keresztény világot sok sanyarúság, nélkülözés és éhezés után felszabadult a világ vége hangulatváró hangulat alól, és úgy érezhette, bűnbánatok és megtisztulásuk elérték céljukat az imádság meghallgatásra talált. Bölcsen tette, hogy hosszú életet élt. Bölcsen tette, hogy egész életedben egyetlen uralkodó gondolat híve volt. Sosem ábrándult ki célkitűzésének megszerűségéből, sohasem rendült meg vasakarattal védelmezni koncepcióját. Íme a mai nap öröme, emelkedett hangulata és ereje az újjászületés felemelő érzékéből következik, és különösen igaz ez most, amikor Szent István napján megáldjuk és megszegjük az új kenyeret is. Hiszen ez az újjászületés a jövő reménye, testesül meg az elvetett, megtermelt, learatott, majd lisztéjőről, végül tésztává gyújt búza szemekből készül új kenyérben is. A magyar nemzet nagy ünnepséggel üli meg augusztus 20-át, Szent István napját és a hozzáfűződő államalapítást. A magyar államalapítás előzménye a nemzet jövőjét meghatározó honfoglalás volt 896-ban. A történelemnek ez az az időszaka, amikor a besenyők nyomása alá került törzsek az Etel közből a Kárpátok medencéjébe vándoroltak. Főútvonaluk a Vereckei hágón át vezetett. A törzsek első szálláshelye az Alföld és a Dunántúl, valamint a Maros környéke volt. Az ország területén élt más földműves népekkel keveredve vált, amíg jelentős mértékben nomád pásztor nép megterepedetté földművelővé. Tisztelt ünneplő közönség, kedves vendégeim! Úri Község önkormányzata képviselő testülete 1998-ban hozta létre legmagasabb rangú községi kitüntetését, a díszpolgári címet. Díszpolgára a községben annak érdekében hosszú idő alatt kimagasló társadalmi, gazdasági, közösségi, kulturális, egyéb közhasznú tevékenységet végző, vagy az egész életpálya során a közösség hírnevét öregbítő, történelmileg is maradandó, alkotó személyek választhatók meg. Most az idén 2015-ben három született úri hölgynek szeretnénk köszönetet mondani önfeláldozó munkájukért. Hát szeretném elsősorban Szabó Imrénét Jolikát felkérni, Szikszai Istvánnét szeretném felkérni, hogy jöjjenek ki, és Szörti Józsefnét szeretném felkérni. Köszönöm a családomnak, ők is mindig maximálisan segítenek, a klub tagjainak, és a klubon kívüliek is nagyon sokan segítik klubunkat. Mindenkinek köszönöm a munkáját, hogy ennyire tudunk haladni, és szeretnék továbbra is, ha ugyanígy segíteni. És köszönöm szépen!
támogatónak, hogy megkaphatta ezt a kitüntetést. Köszönöm szépen! Mivel szüleink, nagyszüleink korában nyár vége felé egy választott testület végigjárt a falu portáit, és megállapította, hogy kiérdemli meg a tiszta udvar, rendes ház megtisztelő címet. Nehéz munkát vállalt magára. Mert a legjobb szándék mellett is valószínűleg lehet, hogy hibáztak egy kicsit, de először vállalta ezt a nehéz, szubjektív rangsorolást. Ígérjük, hogy jövőre még körültekintőbbek leszünk, hiszen megtanultuk most azt is, hogy a virágok nem egy időben bontják ki a szirmaikat, és már írjuk a jó ötleteket, jegyezzük, és most három kategóriában sorsoltunk: termékeny lakossági munkát és a szép ötletes díszítő elemeket. Édesanyám, de messzi elmen, gyürkés fehér cipót derékel, a búzába derék vártam rende, Isten tudja, hogy látom-e még kende. A búzába derék vártam rende, Isten tudja, hogy látom-e még kende. A nagybúdi kert alatt, kert alatt, barna legény, tiszta búzát haza. Én lennék a tiszta búza, marok szedője, barna legény, igaz szeretője. A nagyóri halasztó, halasztó, beleztem kocsisztól. Kicsérő oklevelet szeretnék átadni az önkormányzat részére, polgármesterem kérem, hogy vegye át a virágos falu ötletért és a megvalósításért. Köszönöm. Úgyhogy vannak annyira jó és megragadó elemek a faluba, illetve ilyen virágokhoz és kerthez kapcsolódó ötletek, amiket hát muszáj volt külön díjjal még azért jutalmaznunk. Úgyhogy a Szabó Anikó és Bertus Sándor a gémes kutyáik mindenféleképpen, ami azt hiszem, hogy méltó díjra. Domboldalon áll egy magas nyár, nyárfa alatt édesanyám házok. Édesanyám fehér felkendővel szipott dagaz nyárba tekerővel. Mindenkinek gratulálok, akár kapott plakettet, akár nem a kertért, hogy egyre szebbé és virágosabbá tegyük a falunkat, és köszönöm mindenkinek a munkáját, aki Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Isten, aki az egész földkerekséggel megmutatja minden hatóságát és jóságát, csekély értékű dolgok megáldását is rábízta egyházára, hogy valahányszor jámbor áhítattal használjuk azokat, a láthatatlan dolgok felé irányuljunk, és áldják az Istent, aki mindenünk egyedül művelhet csodákat, és csodálatos szentjeiben is. Áldott légy, Urunk Istenünk, Atyánk, aki az eget és a földet alkottad, mindennapi kenyerünkben gondoskodó szereteted jelét, családi asztalunk legfontosabb eledelét adtad nekünk. Terjeszt ki karodat, és árazd bőséges áldásodat erre az új kenyérre, melyet Szent István királyunk, országunk fővédő szentjének ünnepén hozunk eléd. És add meg táplálékul a földkerekségen élő minden gyermekednek a mindennapi eledelt. Dicsőítünk téged, Atyánk és Istenünk, Jézus Krisztus, a te fiad által, aki a pusztában megáldotta az öt kenyeret, és megszaporította, hogy táplálja vele az összegyűlt sokasságot. Urunk, aki megadott, hogy Szent István királyunk, országunk fővédő szentjének ünnepén összegyűlve együtt ünnepeljünk, aki hétről hétre megtöröd és szétosztott közöttünk az eukarisztia égi kenyerét, minden táplálékot ad számunkra. Kérünk, taníts bennünket arra, hogy mindennapi kenyerünket mi is megosszuk másokkal,
hogy megízlelhessük az igazi testvéri szeretet ízét, és így szent neved dicséretét zengjük. Ezt kérjük Krisztus, ami Urunk által. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hallatszik a pacsint az engése, a lénnap is mosolyog az ége, csapom a csukam, hogy úri ég. A lénnap is mosolyog az ége, csapom a csukam, hogy úri ég. Húzza, húzza, de szép álló, húzza, ihaj, ihaj, szép nagy húzni, húzza, de szép van a legény. Műsorunk második részében a Sűrsápi Városnap keretében megtartott ünnepi megemlékezést, a díszpolgári cím átadását és a tápiósági augusztus 20-ai rendezvény összefoglalóját láthatják. Maradjanak velünk!